Elindultam szép hazámból. Magyarok a nagyvilágban. Aranybarót történelem. Móricz János. A vasmegyei Horvátnádalján született őstörténész 31 éves korában 1954-ben emigrált. Egy német cég megbízásából Peruba és Ekvádorban az egykori Inka birodalom aranybányáinak felkutatásába kezdett. A régi tárnákat modern technikával akarták újra kitermelni. Móricz János végül hét bányát nyitott meg. Közben megismerkedett a hiváró néphez tartozó Suár Törzsel, melynek nyelvében a magyarhoz hasonló szavakat, elemeket talált, kölcsönösen érteni vélték egymást. Felfedezését leírta, táblázatokba rendezte. Ekkor jutott le az ekvádori Morona Santiago tartományban lévő tájos barlangrendszerbe. Az őslakósok úgy tartják, az elődeik készítette járatok az egész Andok hegységet behálózzák. A mélyben a suárok állítása szerint megmutatták neki a több teremnyi fém könyvtárat. Ebben őrzik az aranylemezekre írt világtörténelmet. Mindezt fotókkal vagy tárgyakkal nem bizonyította, de részletes leveleket írt róla. Egyetlen publikációja jelent meg a témában az Európai Népek Amerikai Származása címmel. Móricz János az indiánoknak tett ígéretéhez híven még nem adta meg az aranykincsek pontos helyét, ám mielőtt a körülmények lehetővé tették volna, 1991-ben Ekvádorban meghalt. Számtalan tanulmány, cikk, film, hazai és külföldi szerzők által jegyzett könyv foglalkozik Móricz János kutatásaival. 2016-ban mutatták be a témáról készült La Leyenda de Tarios című lenyűgöző ekvádori dokumentumfilmet. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.